Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség nektek! És Ciril Atya, hálásan köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat a Szent Angyalok búcsú ünnepére. Meglátogattad egyházközségünket, a Szent Angyalok plébániát, és egyúttal a budai középső esperes kerület hívő közösségét, hiszen búcsú ünnepeinket mi mindig közösségben tartjuk esperes kerületünkben. Egy évvel ezelőtt fogadtál minket Pannonhalmán, most viszonoztad a látogatást, és örvendünk, hogy ugyanígy találkozhattunk veled a paptestvérek közösségében és a kedves hívek közösségében, akiket ugyancsak nagy szeretettel köszöntök, a jelenlévő zarándokokat, a jelenlévő testvéreinket, akik eljöttek a búcsú ünnepére, a dicsőséges Szent Jobbról nevezett budai középső esperes kerületnek a kedves híveit, és természetesen nagy szeretettel köszöntjük az Apostol Televízió kedves nézőit, akik most is velünk ünnepelnek. Legyen áldott szép az ünnepünk. Már most jelzem, hogy a Szentmisét követően is még együtt maradunk, mindenkit szeretettel marasztalunk majd vendégségre. Most pedig kérem főapát urat, hogy mutassa be a szent áldozatot paptestvéreivel együtt. Köszönöm a köszöntést Károly atyának, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban őt, plébános urat, kerületnek a papságát, a kedves híveket, innen és a környéki plébániákról, budaörsi diákjainkat, akiket látok, hogy szintén itt vannak. Szent angyalok ünnepén, őrangyalok ünnepén, a mai alkalommal az Istennek az életünket óvó, erősítő, hatalommal jelenlévő szeretetére gondolunk, azért adunk hálát, hogy hálaadásunk tiszta szívből fakadjon, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
in extensis Deo. Könyörögjünk! Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel, szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgass a szavára, ne ellenkezzél vele, mert nem bocsátja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne. De ha hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója leszek szorongatóidnak. Akkor angyalom előtted fog járni. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, megnevessetek egyet sem e kicsinyek közül, mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk néked, Krisztus! Az evangélium szavai válnak mindenki.
Kedves testvérek, már egy jó ideje azt tapasztaljuk, hogy az angyalok közkedveltek lettek a világban. A legváltozatosabb formában és a legkülönbözőbb helyeken találkozunk velük. A művészi ábrázolásoktól a gicsig, mindenféle kivitelben. Az még csak-csak, hogy ünnepi díszletként jelennek meg, leginkább karácsonytáján, de az angyalka felbukkan a legkülönfélébb használati tárgyakon, ruhadarabokon, plakátokon, reklámokon, lámpán, pénztárcán, táskán, esernyőn, ékszereken, és végtelenségig folytathatnánk a sort, biztos láttunk, tapasztaltunk ilyet. Úgy tűnik, hogy az ember életterét színező, sokféle dekoráció egyikévé váltak az angyalok. Önmagában véve persze ez nem tragédia, de sajnos az aranyos puttócskák profanizált változatai az átlag ember számára, mert már nem hordozzák azt az üzenetet, amiért az Úristen megalkotta őket. Pedig az angyalok fontos szerepet játszanak az ember életében, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetség tanítása szerint. Milyen csodálatos kép az Ószövetségi Szentírásban Jákob álma. Jákob egy létráról álmodik, amely az égig ér, és Isten angyalai felle járnak rajta. Az angyalok összekötik az eget és a földet, és közelebb hozzák Istent és embert. Az Új Szövetségben pedig Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Gábriel meghozza a hírt Máriának. Ő fogja szülni a megváltót, az Isten fiát. És Mária felismeri, hogy az angyalt Isten küldte, hallgat a szavára. Itt pedig azt látjuk, hogy az Úr elküldi angyalát, hogy irányítsa az embernek az életét. Az angyalok összekötik az eget és a földet, Istent és embert, és meghozzák nekünk Istennek az üzenetét. Ma a Szent Őrangyalok ünnepén az Úristennek azért vagyunk hálásak, mert angyalai által vigyáz ránk, oltalmaz minket. Költő ilyen fogalmazza a 90. Zsoltár, angyalainak parancsba adta, hogy védelmezzenek minden utadon. Tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábad. Valójában az Isten hordoz bennünket a tenyerén, hogy kőbe ne üssük a lábunkat. Az angyalok az embereket oltalmazó szolgálata kibontja számunkra az Istenről szóló bibliai tanítást. Mert az angyalok által tapasztaljuk meg az életünkben, hogy az Isten erő, az Isten hatalom, az Isten gyógyulás. Az Isten erő, erről tanúskodnak az angyalok. És az ő erejében nem az a különös, hogy az egész világot áthatja, hanem az, hogy az erejét felajánlja nekünk. Ma a fiatalok konditermekbe járnak, teniszeznek, futnak, sokféle sportot űznek, hogy egészséges és erős legyen a testük. Nincs is ezzel gond, viszont az ilyen testbe illő, egészséges, erős lelket az Istentől kapjuk. Istentől ingyen kapott lelki erő lesz az, ami előrébb visz minket a munkában, a tanulásban, családi életünkben, céljaink elérésében, egymás iránti szeretetben, az időskor kihívásainak az elfogadásában, az az egész életünkben. És Isten azt akarja, hogy ereje által éljünk. Isten a bennünk működő erejével képes alakítani az életünket. Hogyan kaphatjuk meg az erejét? Azáltal, hogy imádkozunk. Ha erőtlen az életünk, könnyen lehet, hogy azért van, mert nem imádkozunk eleget.
az imádság és az erő mindig együtt jár. Aztán azáltal, hogy kockázatot vállalva is engedelmeskedünk Istennek, ráhagyatkozunk az Úrra. Amikor kockázatot vállalunk, és így megtesszük, amit az Isten kér, még akkor is, ha nehéz, vagy népszerűtlen, vagy mások nem ezt a mintát követik, akkor Isten ereje kiárad az életünkre. Azáltal kapjuk meg az ő erejét, hogy nem adjuk fel. Isten próbára teszi a hitünket, hogy növekedhessünk. Amikor az életünk tele van nehézségekkel, zsákutcába jutunk, elkeseredünk, vagy elbátortalanodunk, akkor az Isten arra biztat, hogy bízunk benne, tartsunk ki, és megkapjuk az erejét. Aztán az Isten hatalom, ezt üzenik az angyalok. És az Isten hatalmában nem az a különös, hogy felülmúlhatatlan, és nincs hozzá hasonló, hanem az, hogy felajánlja nekünk. Mérhetetlen nagy az ő hatalma fölöttünk, mondja az Efezusi levél. Jó jön ez ma, hiszen napjainkban minden év, minden hónap kínál valamit, ami miatt jogosan szoronghatunk. A Covid-járvány, a klímaváltozás, a különböző konfliktusok a nemzetek között, egy-egy régión belül is, a különböző ideológiák harca. És úgy elgondolkodunk, hogy kinek van hatalma fölöttünk, ki uralkodik a világon, a pénz, a politika, a média, a bűn, a sátán. Fölöttünk hatalma egyedül Istennek van. És az ő hatalma nem őriz meg a bajoktól, a nehézségektől, ennél többet tesz. Minket őriz meg a bajokban, a nehézségekben, sőt, azokat javunkra fordítja, mert erőssé teszi a hitünket. Ha ezt hisszük, akkor nem rémülünk meg a próbáktól. Jézus hogyan is imádkozott tanítványaiért? Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól, azaz a gonosz hatalmától. Létezik egy közmondás, teher alatt nő a pálma. Állítólag egy szaharai legendából származik ez a mondás. Egy gonosz szándékú ember meglátott egy szép fiatal pálmát az oázisban, és gonoszságból egy követ tett a kis pálma koronájára, hogy ne nőjön tovább. De a pálma mélyebbre eresztette a gyökereit, megvastagodott a törzse, megerősödött. És amikor évek múlva az ember ismét arra járt, meglátta, hogy az oázis legnagyobb, legerősebb pálmája ez, magasban a koronáján még mindig ott van a kő. És a legenda szerint a pálma megszólalt, a kő, amit rám tettél, azt tett ilyen erőssé. Fölöttünk hatalma egyedül az Istennek van, ő pedig képes az életünkre nehezedő bajok és nehézségek nagy köveit is javunkra fordítani. Aztán az Isten gyógyulás, ezt közvetítik számunkra az angyalok. Jézus számtalan beteget gyógyított meg, közel hozva hozzánk Isten gyógyító erejét. A gyógyításai közül számomra Bartímeus meggyógyítása az egyik legmélyebb értelmű és legerősebb üzenetű gyógyítás. Ez a vak hallja, hogy Jézus közeledik hozzá, elkezd kiabálni, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Csitítgatják, de nem hagyja abba. Jézus odalép, megszólítja, mit tegyek veled, hogy lássak, válaszolja. És Jézus itt kimondja az egyik legfontosabb üzenetét, hited meggyógyított téged. A gyógyulás számunkra ma is a hitből fakad. Az igazi gyógyulás
a hitünk erősítése. Bartimeust Jézus nem csak a testi vakságtól szabadította meg. Vegyük észre, hogy ennél nagyobb dolog történt vele a szívében. Kevésbé látványos, de mégis jelentős. Úgy folytatódik a történet, hogy ezután követte Jézust. A lelki vakságából is meggyógyult. És ennek lesz a következménye, hogy a meggyógyított követi Jézust. A lelki gyógyulás, életünk igazi nagy gyógyulása. Ez az, amire valójában szükségünk van. Kedves testvérek, ma a Szent Őrangyalok ünnepén, ennek a csodálatos templomnak búcsú napján, fölszentelésének az évfordulóján. Azért vagyunk hálásak, mert az angyalok hitet képeznek számunkra Istenhez. Összekötik az eget és a földet, Istent és embert, és meghozzák nekünk Isten üzenetét, Isten erejét, Isten hatalmát, Isten gyógyító szeretetét az életünkbe. Az angyalok először is Istenhez fordulnak, őt imádják, színe előtt éneklik hatalmas dicshimnuszukat. Azután pedig felénk fordulnak emberekhez. Ők az Isten követői, hírvivői, titokzatosak, láthatatlanok, mégis nagyon konkrétak, mert konkrét emberekre, ránk vigyáznak. Ők, az angyalok megmutatják Isten odaadását az emberek iránt, hatalmát, erejét, gyógyító szeretetét rajtunk. Ma, a Szent Őrangyalok ünnepén hálásak vagyunk az Úrnak, mert angyalai által vigyáz ránk, oltalmaz minket, úgy, amint a 90. Zsoltár fogalmaz költő ilyen, angyalainak parancsba adta, hogy védelmezzenek minden utadon. Tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üsd lábad. Ámen. Álljunk föl, és valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az időkezdete előtt, Isten az Istenből, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Isten.
Kérjük testvéreim, Urunkat, Istenünket, hogy amint az angyalok őrzésére bízta lelki előrehaladásunkat, úgy közbenjárásukra adjon meg minden szükséges kegyelmet. Adj, Urunk, gyengeségünkben erőt, hogy szilárdan álljunk a rossz elleni küzdelemben. Tégy figyelmessé bennünket, Uram, őrző angyalink indítására. Irányíts bennünket a jóra és a tökéletesebbre, őrangyalaink vezetésével. Fogadd dicsőítésünket és könyörgésünket az őrangyalok közvetítésével. Őrangyalunk vezessen a földi élet végén országod dicsőségébe. Gondviselő mennyei atyánk, téged az angyalok mérhetetlen serege szolgál, jóságodban őrangyalt állítottál mellénk, kérünk add, hogy figyelmes lélekkel kövessük indításukat, és így elérhessük kegyelmet teljességét, Krisztus a mi Urunk által. A felajánlás kezdetén szeretném kifejezni azt az örömünket is, hogy csatlakozhatunk most az angyalok felajánlásához, áldozatához, és egy nagy ajándékot kaptunk annak idején a kongresszus alatt. Márkó Frizina atya, a Lateráni Bazilika karnagya, illetve a Római Egyházmegye kórusának vezetője, zeneszerző atya megajándékozott minket egy csodálatos, szép angyalos kórusművel, a Supplices Terogamus kezdetű szép énekkel, amit itt mutattunk be először Szára Bíboros úr jelenlétében, és aztán elhangzott ez a szép mű a Hősök terén Ferenc pápa szentmiséjén a felajánláskor. A római kánon szövegére íródott szép latin ének keltsen bennünk is áhítatott arra, hogy kérjük a mi áldozatunkat is angyalával vigye a mennyei oltára az Úr, az Úristen, és legyen kedves az ő áldozatunk előtte.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, melyeket szent angyalait tiszteletére hozunk eléd. Add, hogy az ő szüntelen oltalmukkal megszabaduljunk a jelen veszélyektől, és szerencsésen eljussunk az örök életre, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk, a te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk, így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus a mi Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, velük együtt dicsérünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent,
és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a ma ünnepelt szent angyalokkal és minden szenteddel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket és Cirill főapátunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami életünk és reménységünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, ne vagyok én, hogy a legjobb vagy ő, hanem csak egy szóval, és ismerjük ezt. Kedves testvéreim, a szentáldozásra itt lent a szentély előtt három helyen van lehetőség, középen és majd a két lejárati folyosónál. Három
áldoztató lesz a főapátúr mellett két atya, és majd a kórust is megáldoztatjuk külön a karszaton. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Oh,
könyörögjünk. Istenünk, aki az örök élet táplálékát nyújtod nekünk e nagy szentségben, vezess minket angyalaid szolgálatával az üdvösség és a béke útjára, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, ismételten megköszönöm Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát úrnak, Cirill atyának a szolgálatot, és hogy sok teendője mellett elfogadta a meghívásunkat, és kérjük azt, hogy az ő életére, a bencés közösség életére a Jóisten adja továbbra is bőséges áldását, és azért is fontos ez a látogatás, hiszen a budai középső esperes kerületnek az egyik kápolnája Szent Szabina kápolna, mely ugyancsak a mi tágabb közösségünkhöz tartozik. Esperes kerületünknek a következő búcsú ünnepe a Szikla templomban lesz, a Gellért hegyen. A pálos atyák, a pálos közösség nagy szeretettel vár bennünket. A magyarok nagyasszonya ünnepén, a Szikla templom búcsú napján, október 8-án, este 8 órakor, akkor kezdődik majd a következő esperes kerületi búcsúi szentmise, amelyre mindannyiunkat, atyákat, kedves testvéreket egyaránt várnak. Most a szentmisét követően szeretett vendégségre hívlak meg benneteket. Ez az ünnep valóban egy jubileumi ünnep, ahogyan Cirill atya is mondta, nem csak a templom búcsút ünnepeljük itt Gazdagréten, hanem egyúttal a templom szentelés évfordulóját. Október 1-je a templom szentelési évforduló, a másodika pedig a búcsú. És éppen tegnap volt 5 esztendeje annak, hogy a továbbépült és megszépült templomunkat Erdő Péter bíboros úr felszentelte azután, hogy már Paskai bíboros úr korábban megáldotta, Erdő bíboros úr pedig felszentelte a templomunkat. Köszönöm mindazoknak a jelenlétét, akik megtisztelték az ünnepünket, és most különös szeretettel köszöntöm az Új Buda önkormányzata részéről köztünk lévő Simon Péterné Nadinka asszonyt, aki az egyházi ügyeknek a közvetítője. Sajnálattal vettük a hírt tegnap, hogy polgármester úr nem tudott eljönni fontos teendői miatt, de Nadinka képviseli most a kerület vezetését. És különös szeretettel köszöntöm Part Éva igazgatóasszonyt, a közeli Csikihegyek utcai általános iskolának az újonnan kinevezett igazgatóját, és kifejezve azt a reményünket, hogy ez az együttműködés, ami az iskola és plébániánk között korábban is fennállt, ez továbbra is fennmarad, hiszen ott is, és a másik gazdagréti iskolában is jelen vagyunk hitoktatóinkkal, de egyéb ünnepeinket is gyakran közösen szervezzük. Most tehát a Jóisten áldását kérjük az életünkre, majd a kijáratnál emlékképeket is vigyetek magatokkal. Az egyik emlékkép a templomról, a főoltárról, amelyen Márko Iván Rupnik atya a szent őrangyalokat örökítette meg a mai evangéliumnak az üzenetével. Ne botránkoztassatok meg senkit a kicsinyek közül, mert angyalaik a mennyben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. A másik emlékkép pedig az Apostol Televíziónak az emlékképe, ezt is vigyétek és terjesszétek ennek a hírét, hogy mi mindig ima közösségben vagyunk azokkal, akik a média szolgálatunkat elfogadják, és így most is a kedves nézőink és média apostolaink ugyanígy az áldás erejében részesülhetnek.
Az Úr legyen veletek! A mi Istenünk, a menny és föld Ura, aki a templom felszentelésének és búcsújának ünnepén egybe gyűjtött titeket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma, és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogságot. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké. A Szent Mise véget ért, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Isten.